milyen videókat tervezel a jövőben? Megpróbálok a random viccek videókra jobban ráállni, abból többet szeretnék készíteni, mivel azt nagyon szeretitek, és emellett próbálnék picit ilyen ijesztő videókat is készíteni, például ijesztő történeteket kielemzek, ilyen ijesztő videókat, ezeket kielemezni, vagy egy creepypastát elmondani, ijesztő történeteket elmondani nektek, de még nem tudom, ez még a jövőben van, azt tudom, hogy a random viccekből többet szeretnék. Egyelőre ennyi. Hány feliratkozó a cél? Eddig 1000 volt, a következő cél legyen a 2000. Az jó lenne. Érdekes az űrkutatás? Na, persze, ja, érdekes. Szerinted a magyarok kijutnak a VB-re? Persze, hogy kijutunk. Nagyon jó formában vannak a srácok. Gyugyák Balázs is nagyon jól játszik. Szalai Ádám is most megtalálta a góllövő cipőjét. Nagyon jól játszanak a srácok. Szerintem esélyes, hogy kijutunk. Sportolsz? Ha igen, mit? Most kezdtem el kosárlabdázni. Ezelőtt úsztam, fociztam és thaiboxoztam. Ezeket, a foci az csak hobbi volt, thaibox az 2 év, és úszás az pedig az mindig. De az is csak így hobbiszerűen. Mennyi idő elkészítened egy videót? Ez igazából változó, mert egy tudtad-e videót mondjuk egy óra alatt simán el lehet készíteni. Egy random viccek videót mondjuk azért picit időigényesebb. Melyik zenei műfaj a kedvenced? Hip-hop meg elektronikus zene. Lesz live? Most nem tudok, mivel nincsen rendes mikrofonom, meg webcamom sincs. Tehát nem sok esély van rá. Miért kezdtél el videózni? Szórakoztatni akartam az embereket. Ennyi. Örülök, hogyha mások szórakoznak mondjuk az én videóimon, vagy akár vicceimen, tehát értitek. Honnan jött a neved? Úristen, menjen megkérdeztétek, srácok. Onnan jött, hogy egyszer leültem, gondolkoztam, és egyszer csak így jutott eszembe, tehát van a Puma az egyik kedvenc márkám, és van az iPhone nem szeretem, androidos vagyok, csak tetszett az, hogy iPhone, ezért iPuma. Ennyi igazából, ennyi a varázsa. Kik a kedvenc videósaid? Hát én igazából így az underground videósokat szeretem, tehát én nem így a mainstream gameplay-esekre vagyok ráfüggve, de hogyha kérdezed, nekem top 3 Paul Street, Sötét Mesék, és a harmadik mondjuk Just Widman. Hát mondjuk Just Widman már azért eléggé mainstream, de én nem ilyen gameplay videósokra vagyok ráfüggve. Tervezel valamilyen gameplayt a csatornán? Nem hiszem. Hogyha lenne is gameplay, akkor nem tudom. Akkor biztos nem ilyen Minecraft lenne, meg CSGO, meg TF2. Mondjuk TF2 az lehetne. Na nem tudom még, szerintem nem lesz amúgy gameplay. Mi a kedvenc állatod? Gepárd. Hány éves vagy? Hát én kérem szépen 16 éves vagyok. És hanyadikos vagyok? 10-es. Igen, most lettem 10-es. Mennyi az idő? Jelenleg 23 óra 35 perc. Hogy vagyok? Ennél jobban nem is lehetnék. A kedvenc színem kék. Melyik országban, megyében, városban, faluban, utcában, házszám alatt lakok? Annyit elmondok, hogy itt lakok Borsodabói Zemplén megyén belül Kazincbarcikán. Melyik a kedvenc foci csapatom? A kedvenc foci csapatom kérem szépen a Manchester City. Mit gondolsz az első videódról? Az első videóm egy Terraria ajánló videó volt. Nagyon sokat készültem rá, szerintem nagyon jó lett, csak annyi, hogy akkor még 14-13 éves voltam, és nagyon vékony hangom volt. De amúgy azon kívül nagyon jó volt zeneválasztás is alatta, meg a tartalma is az egész videónak jó volt. Majd hogyha szeretnétek, akkor egy reakció videó lehetne róla. Mivel vágod a videóidat? Ott van a leírásban, de most először és utoljára elmondom, Sony Vegas 10. Lesz majd érdekességek a történelemről a videó? Szerintem a közeljövőben biztos, hogy lesz. Nekem a történelem az egy nagyon jó tantárgy. Mindenki azt mondja, hogy jaj, most minek tanulunk a múltról? Nem tudom. Én a matekkal vagyok úgy, hogy nekem az felesleges tanulnom. Na de maradjunk a kérdésnél. Szerintem lesz. Igen, imádom a történelmet. Hogyan kezdted ezt az egész videózást? Na, én elmondom ezt a legelejéről. 2007-ben rátaláltam a YouTube-ra, 2010-ben megtanultam, hogy kell videót készíteni és feltölteni,
Ezután 2010-től 2013-ig egy kalapszal rossz minőségű Minecraft videók voltak az én régebbi csatornáimon. Az emlékszem még a régebbi csatornáimon én 50 feliratkozó körül voltak. Nekem az rekord volt annó. Na, 2013-ba létrehoztam ezt az iPhone neve csatornát, és feltöltögettem C-zombis videókat és FIFA 14 videókat, aztán pedig jött a nagy áttörés, tudtad-e videók lettek hirtelen ezen a csatornán. Utána pedig random viccek, és így tovább. Ha igen, akkor facecam, per láthatjuk majd az arcodat? Valaha. Facecam majd szerintem lesz, de nem most. És igen, majd az arcomat majd felszeretném vállalni, mert hát az mi már, hogy nem tudjátok, hogy hogy nézek ki, de viszont követitek a munkásságomat, tehát én ilyen Herbie effektus vagyok, tehát hogyha már mondok valami véleményt, mert lesznek majd véleménymondó videóim is, akkor az arcomat fel fogom igen vállalni. Tehát igen, majd látni fogjátok, de nem ma. Hogyan szereztél olyan sok feliratkozót? Én is kapok? Hát, igazából most 2016-ban már a magyar YouTube-on 1000 feliratkozó azért annyira nem sok. Tehát sok 1000 feliratkozós csatorna van. És igen, kapsz te is.